Üdvözlöm a Miskolc Televízió nézőit a Promenád mai adásában. A színházba látogatunk, egy különleges, eddig még nem látott próba folyamatot mutatunk meg. Tartsanak velünk! A világ legnagyobb bukására készülnek, de a legnagyobb siker lesz belőle. Izgalmas, fordulatokban gazdag és végtelenül humoros előadás készül a Miskolci Nemzetiben. Mel Brooks, Producerek című darabjának rendelkező próbáin járt a Promenád stábja. A teátrum ugyan zárva marad január 11-ig, de a társulat készül a visszatérésre. Ráadásul nem csak a producerek történetével. Fehér leplek a nézőtéren, üres sorok. Már egy hónapja nem jártak nézők a Miskolci Nemzeti Színházban. A héten hozott intézkedések miatt pedig ez így is marad a következő 30 napban. A nézőtér üres, de a színpadon nagy a sürgés, forgás. A társulat folyamatosan dolgozik. Január 11-ig valóban a közönség számára zárva tart a színház. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a színház megáll. Mi próbálunk tovább, készítjük a Producerek című előadásunkat, hiszen nem tart örökké a vírus sem, bízunk benne. Tehát azt gondolom, hogy előbb-utóbb újra teltházakkal fog menni a Miskolci Nemzeti Színház. A társulat kiéhezett már a közönségre, és ez fordítva is így van. A jelenlegi helyzet annyiból szerencsésebb a tavaszitól, hogy ezúttal próbákat tarthatnak. Jelenleg a Producereket készítik. A Producerek című musical az, hát az egy film, alapján íródott színpadi mű. Mi ezt próbáljuk, hát ez tulajdonképpen egy nagyon vicces történet, kicsit rólunk szól, csodálatos zenével, tényleg csodálatos zenével, iszonyatos nagy revű számokkal, és hát egy nagyon-nagyon vicces történettel arról, hogy két producer eldönti, hogy megcsinálja a világ legnagyobb bukását, ami aztán a világ legnagyobb sikere lesz. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek zenés darabjaihoz képest ez egy kicsit vidámabb, vagy jóval vidámabb, de ez kell a pandémia utáni időszakra, hogy a nagy levegővételhez egy jót kacaghassunk a színházban. Mel Brooks története eredetileg nem volt az évadtervben, de a sors belecsempészte, és egy remek darabbal örvendezteti meg majd a miskolciakat. Én nem a Producereket akartam, ez idénre az eredeti terv szerint, most már elmondhatom, mert nem lesz, a West Side Story lett volna. Azt gondolom, hogy a West Side Story-nak meg kell majd egyszer lennie a Miskolci Nemzeti Színházban, hiszen ebben a ketté szakadt Magyarországon ez a fajta a szerelem győz és a tragikus végkifejlett, az valamilyen fajta, hogy mondjam,
katarzisban megmutatja azt, hogy ez a kettéosztottság az mennyire értelmetlen. Én ezt a történetet mindenképpen szerettem volna megrendezni. Ennek különböző jogi problémái is voltak, mert más szerezte meg a jogát Magyarországon, de nem adtam fel a reményt. És akkor, amikor ez az egész pandémia kitört, akkor hát egy nagyon vicces, kicsit színházban utalásokat tartalmazó műzikerre esett a választás, így lett a producerek. Ez pedig hatalmas szerencse, mert egy végletekig szórakoztató előadás lesz, habár még a próba folyamat elején jár a társulat. A rendelkező próbák viszont szépen haladnak, a nehézségek ellenére is. Jól haladunk a körülményekhez képest. Ez már a második felvonásnak is a vége fele van. Tehát most tartunk ott, hogy még talán az utolsó két jelenetet nem rendelkeztük le, de most már nagyjából megvan. Holnap le tudunk menni a második felvonással egészben. És ami még hiányzik, de most annak fogunk neki, azok a koreográfiák, tehát a táncok és a mozgás, de az alap az már megvan, úgyhogy van mind dolgozni bőven. A héten hozott rendelkezések miatt pedig van is idő még. Január 11-éig biztosan zárva marad a színház. Az előadás két szereposztással készül. Sarat Lehel a főszereplő Maxot alakítja. A színművész még barátkozik a figurával. Még a viszonyomat nagyon tudtam tisztázni. Hát érdekes dolog, az egész munkafolyama teljesen más, mint bármilyen műfaj. Tehát nem egy prózatit, itt nagyon zenében, nagyon pontosnak kell lenni. Nem igaziból, amit a rendező akar, az is még, nem mondom azt, hogy nem tiszta számomra, csak nehéz követni, mert tehát a szándékokat és az igényeket értem, de nem olyan egyszerű, mert tehát úgy játszani, hogy közben rá is lássál az egészet. Tehát az érzés, hogy van egy kicsit eltartás az egész, de vagy egy pici, vagy azt szeretné, hogy legyen. Tehát, hogy nyilván nem lehet egy önazonos szerepeket játszani, tehát a Max sem és a többiek sem. Nem árulok el titkokat, hogy milyen karakterek és milyen nagyon erős figurák vannak benne. Úgyhogy keressük, tehát én is nagyon keresem. Nem egy könnyű próba folyamat, de remélem, hogy a végére az lesz, amit Attila is szeretne, és ami nekem is megfelel. Ez pedig az eddigi tapasztalatok alapján biztosan így is lesz, hiszen a rendelkező próbák éppen erről szólnak. Arról, hogy megtalálják a legapróbb szálakat is, amelyeket összerendezve egy komplex előadást hoznak létre. Az alapanyag pedig tökéletes. Mel Brooks színész írta. A történetből pedig egy nagy sikerű film született, amelyet már fel is dolgoztak a 2000-es évek elején. Valamint Broadway musical is készült az eredeti történet alapján. Én azért szeretem, mert érződik, hogy ez egy színésznek a munkája. Ez egy színész írta saját magának, úgyhogy utol lehet érni benne a rafinériát, azt, hogy nagyon érti, tehát a technikai dolgait énekben, meg prózában mindent, tehát a váltások, a poentírozás, minden nagyon okosan, nagyon rafináltan van felépítve. Az egésznek a ritmusa és a hangulata szerintem az egy nagyszerű, tehát nagyon, nagyon ötletes, és én bízom abban, hogy elérjük azt, hogy tényleg egy tehát a musicallel való
hogy mondjam, játszás, mert az, tehát részéről is az, tehát akik több műziket néznek, azok jobban járnak, hogyha majd ezt látni fogják, ráismerhetnek nyilván bizonyos dolgokra, apróságokra, vagy talán nagyobb mérvű, akár kikacsintásokra is, és szerintem attól lehet ez izgalmas, hogy kapunk egy olyan hangulatot, egy olyan világba tudunk bemenni, amit lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ismerjük, de még mi magunk sem, aki most úgy bele kell mászni, akik még én is azt mondom, hogy van mit még, aminek utána nézni, és amit ellesni, vagy megtanulni, arra már nincs idő. A producerek hamisítatlan musical, remek revüdallamokkal, prózával, ráadásul tökéletes, gyors és tűpontos váltásokkal a kettő között. Akiknek ezt tanították, akik kimondottan énekórára járnak, nekem az a szerencsém, vagy legalábbis gondolom, ez a szerencsém, hogy én egész életem folyamán sokat sportoltam, meg jogáztam, meg mindent, tehát azért a légzés technikám az jó, és nekem az énektanárom azt mondta, hogy amit én ösztönösen csinálok, az hál' Istennek ott van a helyén van, úgyhogy én bízom benne, hogy ennek hasznát veszem. Nem, tehát nem érzek problémát arra, tehát itt ilyen, hogy leveg, tehát inkább a pontosság és a nagyon fegyelmezett, és tehát nagyon kell figyelni, tehát nagyon pontosnak kell lenni a zenében, mert mese nincs. És a prózai részeket is, tehát a prózas, a zenei részek nagyon pontosan, precízen vannak kitalálva, és azt úgy is kell megcsinálni. Az utolsó pillanatig mindennek a helyén kell lennie. A zene és a történet vezeti a színművészeket, feszes tempója pedig még szórakoztatóbbá teszi. Olyan sodró élményi, ami után igazán vidáman lélegezhet fel a néző. Egyre csúnyán rászedett, nem tudom mi van, elárultál. És azt mondtam, hogy fáj. Így lettem. A történet szerint Max egy lecsúszott művész, akinek karrierje zsákutcába jutott, de ifjú könyvelője, Leo, előáll a tökéletes tervvel. Készíteni kell egy színdarabot, aminek elkészítése sokkal többe kerül, mint a bemutatása. Ha pedig a színdarab bukás lesz, akkor könnyű pénzt szerzett a két producer. A gépezetbe viszont hiba csúszik, a bukás helyett óriási siker lesz a darab, főhőseink pedig ismét bajba kerülnek. Ez az alapötlet, de szerintem zseniális. Tehát pont az, hogy tehát nekem ugye az a feladatom, hogy ezt, tehát az ötlet nem belőlem származik, tehát mivel én ráharapok erre az ötletre, tehát azt az utat végigjárni, hogy mindenkit meggyőzni, hogy ez egy fantasztikus siker, miközben én pont az ellenkezőt szeretném elérni, vagy mikette most már van egy producertársam is. És akkor ugye az a döbbenet, hogy amit mi bukásnak szánunk, abból még nagyobb siker lesz, és akkor ezt hogy tudjuk elkönyvelni, vagy kezelni. Tehát vannak, nagyon jó csavarok vannak benne, és ettől szerintem élvezhető lesz nagyon. De vajon mitől lesz valami siker vagy bukás, hiszen az akarat nem befolyásolja, mint kiderül. A producerek esetén tudom, a saját életem kapcsán nem tudom, hiszen ha tudnám a siker titkát, akkor könnyű lenne, de egy alkotó ember azt sose tudja, hogy miből lesz siker, vagy miből nem. A producerek esetében egyszerű a képlet. Hitlerről csinálnak egy musicalt, és abban bíznak, hogy hát maga a téma is felháborodást fog okozni New Yorkban, Broadway-en játszódik ez az előadás, aztán egy szerencsétlen körülmény, vagy szerencsés körülmény, amiben a főszereplő megsérül és beugrik helyette a, hát hogy fogalmazzak, más
identitású, aztán más, ez nem jó szó, hát egy meleg rendező, és ettől a fajta cserétől egyszer csak teljes idézőjelbe kerül az egész hitleri revű, és óriási ironikus siker lesz belőle. Hát ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen rossz panel, de hát szerintem humorforrásként is iszonyatosan jól működik a történetben. A történet, amiből már most a rendelkező próbák kulisszái mögé belesve érezhető, hogy egy feledhetetlen és végletekig humoros előadássá válik Miskolcon. A darab elkészül, és azt is lehet már tudni, hogy mikor mutatják be. De egyelőre a próba folyamat lezárásaként, nézők nélkül. Próbálunk, és megszabtam azt, hogy mikor van a bemutató. Mi itt január 15-én este egy bemutatót fogunk tartani. Nem lesznek nézők, de akkor is bemutatót fogunk tartani. Sőt, most, hogy tudjuk, hogy január 11-ig nem lehet, az új próba folyamatot is el fogjuk kezdeni. Mohácsi János által rendezett Hermelin című darabnak a munkálatai is elkezdődnek. Ez annyiban lesz különleges, ha elmúlik ez a vírushelyzet, akkor nagyon sok olyan előadásunk lesz, amit tulajdonképpen még nem láttak a miskolciak. Tehát nekünk az lesz akkor a nehézség, hogy hogyan osszuk úgy be a dolgokat, hogy arányosan kerüljenek sorra a még be nem mutatott, de már kész, és a nemrég bemutatott, és talán egy-kétszer játszott előadásaink. A közönségnek tehát még várnia kell a producerekre, de élőben, amint lehetséges, bemutatják, igazi színházi élményt ajándékozva a közönségnek. A producerek ismét egy színház a színházban előadás. A pandémia évében a társulat többször nyúlt már ilyen témát tartalmazó előadásokhoz, mint egy hagyományos évadban. Valószínűleg attól, hogy el vagyunk zárva, és van ez a bezártság állapot, ez azt hozza ki, hogy magunkról akarunk beszélni. Van ebben egy kis narcisztikus dolog, gondolom, nem tudom. Tehát, hogy igen, hát a színháznak magáról is kell beszélnie, igen. A Szent Iváni Álom is tulajdonképpen a színházról beszél, de szerintem a Szent Iváni Álom alapvetően nagyon aktuálisan mesél szintén a megosztottságról, és mesél egyfajta csodálatos természetű megtéréséről a Tézeuszt és a tündérkirályt játszó szereplőnek. A bezárás ellenére tehát sok a munka a színházban. Ráadásul a társulat ebben a nehéz helyzetben is szeretné elérni a közönségét. Természetesen készülünk valamivel. Szeretnénk mi is elindítani egy ilyen úgynevezett streamelést, ami azt jelenti, hogy vagy régebbi előadásainkat közvetítjük majd egy felületen,
illetve szeretnénk a sikerelőadásainkat, amiből nem játszottunk eleget, élőben közvetíteni a nézőknek. Ez már majdnem úgymond színházi élmény nyújt, ez azt jelenti, valóban ott este 7-kor kezdik el játszani élőben az előadást a színészek, és ezt a nézők otthon nézhetik, vagy a televízió készülékükön, ha olyan van, vagy a számítógépükön. Ennek a tesztelési üzemmódja december közepén kezdődik, és körülbelül január közepétől számítunk arra, hogy el tudunk ezzel élőben is indulni. Ez azért is jó, mert azt gondolom, hogy ha majd újra itt teltház lesz a Miskolci Nemzeti Színházban, akkor sem állnánk le ezekkel az élő közvetítésekkel, hanem lennének olyan előadásaink, amire a színházba vásárolt jegyen túl, azoknak mondjuk az alegerszegi nézőknek, vagy jobbat mondok, New York-i magyaroknak, aki a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira kíváncsi, lehetőséget teremtünk, hogy jegyet vásároljanak az aznap esti élő előadásunkra. Tehát ha van valami pozitívum ebben a borzasztó helyzetben, akkor az a fajta kreatív gondolkodás, ami szükségszerűen megszületett bennünk, hogy hogyan tudunk mégis megjelenni a nézők előtt, de az élet nem áll meg, tehát hogy mi minden nap azzal kelünk fel, hogy már egyel kevesebb nap van ebből a borzasztó helyzetből. Ezt mutatja a közeli jövő, de a művészeti tanács már a távolabbi jövővel is foglalkozik. Mi most abban az időszakban vagyunk, amikor már a jövő évadot tervezzük. Nagyon nehéz ebben a bizonytalanságban tervezni. De úgy készülünk, és azt döntöttük el itt a művészeti tanáccsal, hogy olyan évadot tervezünk, mintha elmúlt volna a vírus. Tehát jövő szeptembertől egy teljes értékű évadot, nem olyan, mint az idei. Májusban szeretnénk újra meghirdetni a bérleteket, és visszatérni a régi kerékvágásba. Nagyon nehéz helyzet elé állít minket ez a vírus, hiszen itt vagyunk 2021-ben, két év múlva 200 éves a színház, már rég el kéne kezdeni szervezni azt, hogy milyen Európa világhírű ünnepséget szervezünk Miskolcra, Miskolcnak, hogy megismerjék Miskolc város nevét Timbuktu legkisebb falmába, annak okán, hogy a Magyarország első kőszínháza 200 éves. Nehezen tudunk ebben a szervezésben elindulni, hiszen most ez a pandémiás helyzet vár egyszer megoldásra, de az is a fejünk van, természetesen alkalmazkodunk a terveinkkel ahhoz, ami így kialakult. De hogy értsék, tényleg arra készülünk, hogy teljes értékű évad lesz, 14 bemutató, műfaji sokszínűség, mindaz lesz, amit mondhatom, az elmúlt 6 évben megszoktak tőlünk, és amiért ezt a végtelen szeretetet kapjuk a nézőinktől. Szerintem a színházban az, hogy valami vígjáték, vagy musical, vagy dráma, vagy történelmi színmű, vagy... Szóval nem hiszek az ilyen kategorizálásokban. Nincs olyan, hogy egy színház keresztény, vagy egy színház nem keresztény. Nincs olyan, hogy musical, vagy zenés, vagy operett, vagy azt hiszem, hogy kétfajta színház van. Van a jó színház, és van a halott színház. A jó színház érzékeny a társadalomra, a
jó színház felpiszkál, a jó színház feldühít, a jó színház megbőget, a jó színház megkacagtat, a jó színház tiszta szívből kacagtat, a halott színházban pedig ülsz egy sorban 700 magaddal, és azon gondolkodó, hogy holnap mit kell csinálnod. Ez a kétfajta színház van, a többi az csak ráaggatott lózung, teljesen fölösleges. Nem igaz! Ez volt a Promenád december 10-én csütörtökön. Én műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!